Már csak 6 forduló van hátra a bajnokság alapszakaszából, így egyre nagyobb a jelentősége minden egyes mérkőzésnek. Mivel a bajnokság átszervezése miatt csak az első 4 hely valamelyikének megszerzése garantálja a másodosztályú tagság meghosszabbítását, nagy a harc az élmezőnybe kerülésért. A Nyíregyháza Blue Sharks jelenleg a 4. helyen áll, és a Kékcápák minimum ezt a helyezést szeretnék megőrizni, sőt, előrébb is lépnének a tabellán. Ehhez viszont hazai pályán nem szabad botlaniuk Búcsiknak. A vasárnapi ellenféllel szemben amúgy is van törleszteni valója a nyíregyházi csapatnak, mivel ősszel az óbudaiak 17 pontos győzelmet arattak otthonukban. A HEP kupában szerzett bronzérem és az oroszlány ellen mutatott játék minden esetre bizakodással töltheti el a pályaválasztót. A HEP kupában szerzett bronzérem mindenféleképpen egy pozitív töltetet ad a csapat teljes munkájának, de azért egy kicsit meg is kell oldanunk azt, hogy a földön maradjunk, hiszen ez egy bizonyos teljesítmény, ezen túl vagyunk, a következő fronton kell megállni a helyünket, és ezek ugye a bajnoki küzdelmek, és az Óbuda egy olyan csapat, akinél ugye vereséget szenvedve fűthet minket a visszavágásnak a vágya, hiszen az egy nagyon fájú vereség volt, és úgy gondoljuk, hogy az a mi hibánkból történt. Szeretnénk megmutatni, hogy ez valóban így volt, és jobb csapat vagyunk, mint ők. Nem lesz könnyű, azóta igazoltak egy amerikai légióst is, akinek a munkája azért sokat lendített a csapat teljesítményén, de azt hiszem, hogy nekünk ebben a formában és ebben a tudásban akkor is hazai pályán győznünk kell. A héten a játékosok jó hangulatban végezték az edzéseket. A csapat fiataljai ugyan csütörtökön és pénteken egy szombathelyi soproni túrán vesznek részt junior bajnoki kötelezettségük miatt, de ez nem befolyásolhatja a vasárnapi teljesítményüket. Jó reményekkel várhatjuk a hétvégi meccset. Elég összeszedett most a játékunk, és az Óbuda ellen ezt hasznosítani kell, mivel elég jó védekezésük van, és erre kell készülnünk. A Nyíregyháza Blue Sharks óbudai kaszások mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában. A forduló további párosítása a következő: Miskolc Békés, Tiszaújváros Mavsz 2, Eger Salgótarján, Hódmezővásárhely Debrecen és Nagykőrös Budapesti Honvéd.